Klub délelőtt. A hét könyve, születésnaposok, színházi premierek, portrék. Reggel 9-től délig várja önöket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Klub délelőtt. Nagy örömmel látom, hogy Solc Richárd az abszolút jól mozog, a szeme ragyog, semmiféle szomorúság, bánatot nem látok benne, pedig hát tudja, van az, hogy van, akinek a pohár félig van akinek félig üres, de magának ahhoz képest, hogy 18 évvel ezelőtt, éppen augusztus 8-án egy elég súlyos balesete volt, ami kerekesszékhez láncolta, a kedve az nem igazán romlott el, nem tudta elvenni a kedvét, legalábbis most már egészen biztosan nem. Valamikor vitorlás versenyző volt, és egy felelőtlen ugrásnak köszönheti ezt a gerincsérülését, hogy most kerekesszékben van. Tudnia kellett volna, hogy a víznél nagyobb úra világon nincsen, és mindenféle kis apró félrenézésért, baklövésért megbosszulja magát a víz, ha az ember nem túlságosan figyelmes. Erről most mit gondol? Igen, abszolút. Tudnom kellett volna, így az ismerettségbe is volt felelőtlen, átgondolatlan dologból egy 2 évvel korábban tragédia, úgyhogy több összetevőnek az összjátéka volt ez a dolog. Alapvetően nem volt helyismeretem. Tehát itt, de miért ez a Balatonnak melyik része ez volt? Ez az alsősi strandon volt, és én azt hiszem, hogy bent a strandon életemben nem voltam. Így szépen, ugye én már majdnem, hogy 25 évvel korábban, 3 éves koromtól jártam le a Balatonra, és hát szépen lassan, ugye föltöltötték az északi parti strandokat, hogy ott kellemes legyen a vízmélység, ilyen derék kigérő, és hát ez pont az a nyár volt, amikor ez a derékigérő víz, ez bokáig érő lett, mert 80 centi hiányzott a tóból. Fejest ugrott, hátast ugrott, mit ugrott? Fejest ugrottam, végig eszméletemnél maradtam. Tisztában voltam vele, hogy nagyon sekély a víz. Én a szavakból úgy vettem ki utólag, hogy mondják azt, hogy hátrarántottam a fejem. Én is inkább némileg ezt a verziót. Maga a félelem benne volt, és ahogy a víz hátra csapta, plusz én hátra rántottam. Nem éreztem azt, hogy fejjel az iszabban, vagy orral, vagy ilyesmi. Ez a verseny után volt a vitorlásról? Délben, vagy délután 2-kor vége volt a vitorlás versenynek. Hogy végeztek, legalább jó volt? Összes futamot megnyertük a magyar bajnokságon, keddi vagy szerdai nap volt, és akkor hát este föl szerettem volna még jönni a szigetre egy kedvenc zenekarra, de aztán így a társasággal ott maradtam, és beültünk ott a strand előtti helyre, és beszélgettünk a csapattal egészen estig. Csak onnan ugrott? Akkor este, ahogy jöttek ki a strandról, még benéztünk, gondoltuk, hogy hűsölünk egyet a vízbe, lehűtjük a testünket, és társam bement a lépcsőn, én meg bennem volt egy ilyen vízbeugrási mánia, ami igazából egy félelemből fakadt, hogy én félek vízbe ugrani, és folyamatosan ezt próbáltam kompenzálni. Tehát egy ilyen nagyon furcsa dolog. Ez tényleg furcsa, hogy aki vitorlázik, az féljen vízbe ugrani. Fejest. Ja, hogy fejest ugrani. Ugrástól. És akkor, amikor beugrott, azt mondja, végig észnél volt. Tehát érezte azt, hogy eltörött a gerince? Vagy valami történt, azt érezte? Megfordultam, éreztem, hogy nem tudom irányítani a testem, valahogy a fejem kilógott a vízből, segítséget kértem, hogy fogjanak meg. De ez nem egy pokoli fájdalom? Hívjanak mentőt. Nem, ez amikor megszűnik a fájdalom, tehát megszűnik az érzés. És az viszont így végig szaladt rengeteg minden az ember fején így hirtelen. Hogy például egy, mi? Hát, hogy ez egy új életnek a kezdete. Ott abban a pillanatban ezt felmérte? Igen, ez ilyen néhány másodperc alatt. Ez hogy lehet? Mert hát az ember ösztöne úgy működik, hogy biztos nem történt semmi baj, túl leszek rajta, sőt, amikor az ember kórházba kerül, akkor is, hogy csak ez egy időszakos állapot. Tehát azért van ilyen önvédelem, nem? Nem, már akkor se volt. Akkor se? Mert most sincs? Nincs, nem hitegetem.
magam. De akkor mi az életösztön, hogy érdemes élni, jó élni, szeretek élni? Én meg akartam érteni az élet titkát, lényegét, és tulajdonképpen a kórházba is félig meddig ezt tartott életbe. És megértette? Szerintem igen. Hát akkor osszuk meg egymással, de elsősorban maga velem, akkor mi az élet értelme és a titka? Filozófiát tanul egyébként? Igen. Hát akkor sok bölcsességet fogok most hallani, remélhetőleg. Meglátjuk. Hát most egy védikus filozófiai iskolába járok, de alapvetően a fizika oldaláról próbáltam ezt közelíteni, még ugye 18 éves koromban fizikusnak jelentkeztem. És hát csak azt értettem, hogy nem értem, hogy semmit nem értek, és egyáltalán semmit nem láttam bele a legmélyebb dolgokba, amik bármiféle erőre mutatást jelentette volna. Tehát azt se láttam, hogy merre érdemes indulni. Milyen, de 18 évesen úton. Ez majdnem természetes. Hát az ember akkor indul el a világba, akkor fedezi föl, akkor bölcsül, de most azért már eltelt egy pici idő. Tehát, hogy most hogy látja ezt, hogy például van annak jelentősége a maga szempontjából, hogy kerekesszékben van, vagy mondjuk két lábon a vitorláson, a hatalmas szelekben. Van ennek fontossága? Nincs. Nincsen? Egyáltalán már nincs. Én számomra olyan a kerekesszék, mint másnak a szemüveg. A nélkül nem tudok elindulni, más meg nem tud a szemüveg nélkül olvasni. Igen, csak a szemüveget én fölteszem a szememre, és szoktam olvasgatni a Facebook oldalát, ott azért látok olyasmit, hogy kivisz le engem Érden az emeletről. Tehát kiszolgáltatott helyzetben van. Elvileg az sem baj, ha más segítségét kérjük, tehát ebben sincs nagy baj, csak lehet, hogy egy kis késéssel érkezik meg a segítség. Inkább segítséggel élőnek gondolom magam, kicsit másféle segítségeket, meg többet igénylek, meg 24 órás odafigyelést, mint más. De mindannyian egy olyan hálózatban élünk, amiben egymás segítségére szorulunk. Ön például kit tud segíteni? Kinek van a segítségére? Remélem, hogy egyre többen hallgatnak, és sok emberrel, akivel beszélgetek, sok visszajelzést kapok, hogy igen, csak elég rám nézni, vagy arra, hogy én mosolygok, és elmúlik minden problémájuk. Így volt ez rögtön a baleset után is, vagy ez egy fejlődési folyamat volt? Nem, ez egy fejlődési folyamat. Természetesen. Hát én rengeteget tanultam, olvastam. Azóta így jöttek a dolgok. Egymásra épülve folyamatosan jönnek. Nos, akkor még nem fejtettük meg, hogy mi az élet értelme, hogy mit gondol erről, miért vagyunk a Földön, miért szenvedünk balesetet, miért kapunk betegséget, miért úszunk meg mindent, miért gondoljuk szerencsésnek magunkatnak, vagy szerencsétlennek. Nem az elejéről kezdve, hát nem úszunk meg semmit. Karma az teljesen egyetemlegesen működik. Tehát ezek bármit teszünk, annak az utóhatásai az életünkre következményekkel hatnak. Tehát akkor ez nem egy véletlen baleset volt, hanem ez a karmája volt, hogy ez a sors jutott magának? Ez a dolgok következményeként értelmezhető ez a történet. Ilyen szempontból nem hiszek a sorsba, vagy a karmába. Én amit tanulok filozófiát, én pont, hogy a sors meg a karma feloldásán dolgozok. Hol tanul filozófiát? Narada Akadémián, Bakos Attilánál. Tehát el kell járnia? Tehát, vagy otthon? Eljárok két hetente, ez egy egynapos kurzus, az elején egy joga, pszichológia, önismereti tréner képzés volt, illetve inkább életmódtanácsadó képzés, aztán most pedig egy brahmana képzés, ami mégis az indiai legfelső kasznak a tudásában vezet be. Mit csinál egész nap otthon? 9 felé kelek, ami azt jelenti, hogy 20 centivel fölemeljük az ágy hátoldalát, és igazából csak 2-3 órát ülök kora délután, és ágyba a számítógép mellett telik az életemnek a
több mint 90%-a, ami lehetne másképp is, de... De mitől, vagy hogy lehetne másképp? Mit lehetne még csinálni? Többet ülni, többet eljárni. Ez már lustaság kérdése, vagy? Nem, ez annak a kérdése, hogy folyamatos felügyeletet és segítséget igényelek. És ki az, aki segíti? Most egy hölgyel érkezett, ő kicsoda? Hát ő segítőm, Erika. Ő napi 5 órát van velem minden nap. De aki például ezt nem tudja megfizetni, és egyedül marad, az hogy él? Hát én egyébként édesanyámmal élek, tehát a napi nap többi 19 órájában édesanyám segít. Tehát a nehezét, úgymond fizikailag a nehezét Erika csinálja meg, az a 19 óra, az meg azt hiszem lelkileg nehéz édesanyámnak. Már az, hogy ennyire be van kötve ebbe a dologba, vagy ennek a... Hát egy érdekes dolgot mondott ki, amikor az ember egy kicsit is felelőtlenül viselkedik, és hogyha ilyen zászlajára tűzte, hogy segítsen a sorstársaknak, vagy aki még előtte áll, sose következzen ez be, hogy ha maga el is fogadta a sorsát, és azt mondja, hogy ez így van rendjén, de a családnak, a hozzátartozóknak ez nagyon nehéz. Hát igen, ők nem járnak filozófiai iskolába, és nekik ezt úgy érzem, hogy nekik nem volt elég a 18 év ezt földolgozni, ezt a történetet. És hát mindenki a saját, ugye kialakult mindenkinek a saját stratégiája, és valamennyire ahhoz tartja magát így a környezetemben. Azt mondja, ülhetne többet, mozoghatna többet, azzal, hogy ilyen nagyon sokat fekszik. Mi van az izmaival, a sportolással? Tehát az ember nem mozog, a szervei nem mennek tönkre, nem lesz még betegebb, ami eredendően nem volt betegség? Hát ugye a Magyarországon nem igazán tudtak elkezdeni rehabilitálni, mert nagyon rossz állapotban voltam. Elkezdtek rehabilitálni, de aztán visszakerültem az intenzív osztályra. 5 hónap után egy német rehabilitációba kerültem ott. Elkezdtek ültetni, aztán egy magyar rehabilitációba kerültem több mint egy évre, tehát 2 év és 2 hónapot töltöttem kórházba. Ezt egy oldalról már a család is megszokta, úgyhogy nehéz volt nekik avval mit kezdeni, hogy hát haza kéne vigyenek. Másik oldalról meg ugye addigra kialakult, akkor a kórházba körülbelül 4-5 órát ültem már egy nap, és akkor ezt próbáltuk hazavinni ezt a dolgot, és akkor először a öcsémékhez kerültem, alsősre, és ott ilyen családi dolgok miatt onnan 7-8 hónap után Érdre, emeletre, egy olyan lakásba nyáron, pont hőhullám idején, ami tetőt éri, és ilyen lapos tetős, átforrósodós. És akkor most ott lakik? Most is ott lakok, és akkor ugye hát egyből egy ilyen 30 fokos lakásba kerültem, úgyhogy már alsősön megbetegedtem, úgyhogy lényegében ott visszaestem, felfekvéseket kaptam, és 5 éven keresztül lényegében nem kerültem ki az ágyból, nem ültem ki az ágyból, csak a különböző módszerekkel próbáltuk a sebeimet gyógyítani, de én mindeközben olyan 12-14 órát dolgoztam ágyból, tehát egy felfoghatatlan helyzet volt minden szempontból. És mit dolgozott? Az egész. Egy webáruház fejlesztésén dolgoztam. Saját webáruház. Mit árulnak? Ügyvezetőként. Hát műszaki cikkeket, számítógépeket, ez egy 60 ezer termékes palettán. De ez még létezik? Ez létezik abszolút. Ez a dolog úgy alakult, hogy ebből 4 éve kiszálltam olyan szempontból, hogy úgy gondoltam, hogy most akkor, hogy egy lehetőség van. Váltsak életemben, és elkezdjek tanulni, vagy más csinálni, egy kicsit más lehetőségeket keresni, némi pénzt kapva, és akkor tulajdonképpen anyagilag ez a
az állapot, amivel most élünk, ez biztosítva van, vagy fedezve van, én pedig ilyen szempontból, ilyen életmód mellett szabad vagyok, mert hetente akár kétszer, háromszor, négyszer elmegyek otthonról, ám bár ez nem olyan egyszerű. De miért nem megy egy földszinti lakásba, honnan legalább a szabadságát? Nagyon hát egyszerűen hangzik, tudom. Hát mert minden lakás valakié. Hát ez így van. És nem adják ott. Cserélni, adni lehet. Igen. Lehet, ennek meg feltételei vannak. Hogy látja magát, mi lesz mondjuk 10 év múlva, mit fog csinálni? Lesz. Filozófus lesz? Filozófus, tanító, gyógyító leszek. Szuper. Lesz egy kis ashramom, egy hektárral, az épület körül, ahol lakunk, némi gazdálkodást is folytatunk, legalább saját részre, ilyen vegetáriánus életet élünk, aki oda jön mondjuk elvonulni, az ugye segít a föld megművelésébe, ami étellel ellát minket, és akkor egy ilyen kis szellemi műhelynek valamiféle vezetőjeként, vagy részeként éldegélek. Mi lett boldogan. A barátokkal, a vitorlástársakkal, akikkel együtt versenyzett? Hát van, akik kikoptak, van, akik megmaradnak. Sok, sok régi és sok új barát van. Jár még vitorlázni? Hát az túlzás. Ugye 2009-ben voltam először, és akkor, hát most idén már rekordszámú Balatonra lemenetelen vagyunk túl, talán holnap lesz a 10., így le tudok menni fél napra, és akkor néha vitorlázunk is. Kétszer voltam idén vizen, de így háromszor, de így vitorlázni nem sikerült még. Mert nem volt szél, vagy miért? Nem volt szél, illetve hát motorcsónakkal nehéz vitorlázni. Azzal tényleg nehéz. Ez jó, hogy mondja, ezt nem is tudtam. Az édesapja az vitorlás építőmester, tehát évtizedeken keresztül. Igen, ezzel igen. Mi van? Ez még létezik? Például az a vitorlás, amin utoljára versenyzett, az saját gyártás volt? Vagy saját építés, úgy mondják szebben? Nem. Amikor a legutolsó években mentem, azok általában nem sajátok, de előtte mentem saját forgalmazású, meg saját építésű hajóval. Versenyeztem a legutolsó 8 évben körülbelül nagyhajókkal, illetve hát édesapámnak a hajóépítő műhelye az működik. Mostában olyan típusokat árul meg, tart így bemutatónak, amiben én nem férek bele. Előtte volt olyan, amiben bele... Tehát olyan picike, arra gondol vagy? Igen. Előtte olyanok is voltak, amik belefértem, most olyan típusokra fókuszál, amiben nem férek bele. Ez olyan érdekes, hogy a kishajót mondja meg, mikor lent vagyok a Balatonon, és imádom nézni a hajókat, a vitorlásokat, azt látom, hogy ilyen eszetlen nagy jachtok épülnek, tehát, hogy nem a Balaton mérethez, hanem a tengerhez, és már nincs kikötési lehetőség, hogy a sok pénz azért megszülte azt, ami nem odavaló a Balatonra. Nem tudom, hogy ezt hogy látja. Hát pont ez az, amit a édesapám soha nem gondolt volna, és ebben ő nem tartotta a trendet, tehát az ő műhelyéből, vagy az ő tervező asztaláról kikerült hajóknak, az a balatoni hajóknak talán a 8-10%, de ezek a kisebb típusok ma már, míg az elején egy normál méretű hajó volt, ma már ezek kisebb típusok, ezeket az észszerűtlen, mint az utakon a észszerűtlen méretű autók maradtak. Meg az észszerűtlen sebesség, ami maradt az utakon. Szokott álmodni, hogy versenyez, és épp a dobogónál a kupa a kezében? Csak a legelején, még az intenzív osztályon volt ilyen egyszer, hogy vitorláztam, azóta nem. Csak álmodik egyáltalán bármit? Hát igen, leginkább ilyen apokaliptikus dolgokat, és hát én meg benne ilyen tudok is menni, meg nem is tudok menni, ilyen furcsa lényként szerepelek a
álmaimban. Ha tudna menni, hova menne, hova indulna el, vagy mit csinálna? Sehova, semmit. Nem igyekezek már sehova. Befelé megyek, és ehhez nem kellenek lábak. Hány éves volt, amikor a baleset megtörtént? 27. Akkor az első 27 évében hiányzik valami, amit kellett volna, meg kellett volna tennie, és nem tett meg? Filozófiai szempontból nem. Tehát van egy része a filozófiának, azt mondja, hogy minden a legnagyobb rendben van. És tényleg minden a legnagyobb rendben van? Igen, de az ember mindig csinálhatja jobban, és fejlődhet jobban, de csak gyorsabban, de csak előrefelé lehet tekinteni. Tehát még mindig a fejlődés szakaszában van, és útján van? Tehát ez soha véget nem érő tanulási és életfolyamat? Életfolyamat, igen. Nem tudom, mennyire zavaró, ha olyanokról kezdtek beszélni, hogy ahol a beszélgetés elején tartottunk, hogy mi az élet értelme, hogy rengeteg mindenre ráébredtem a tanulás közben, akár fizikai, akár filozófiai szempontból, illetve rengeteg személyes megtapasztalásom is volt. És igazából azt látom, hogy egy örök életen és egy örök intelligencián belül mozgunk valahol folyamatosan. A halállal az életnek a 100%-a nem veszik el. De a halállal is megbékélt, akár? Avval már teljesen, igen. De nincs halál. Nincs halál? Csak egy átváltozáson megyünk keresztül, és néhány dolgot tovább viszünk. És ott nagyon fontos, hogy a karmánkat addig szépen tisztogassuk. Akkor azt hiszem, hogy megvolt az oka biztos, hogy miért jött ez a baleset, mert hogyha egy 27 éves fiatal emberrel beszélgetnék most, szerintem egészen más dolgokat mondana a baleset előtti Scholz Richard, nem? Igen. Ez egy odáig is rengeteg minden ért engem, és talán addig is egy némileg bölcs ember voltam, de ez egy gyorsított folyamat lett így a baleset után, így meg kellett tanulnom egy más módon túlélni, és ehhez egy a legkézenfekvőbb eszköz volt a filozófia, ami a leggyorsabb módon segített megérteni azt, hogy lehet túlélni. Például az elején ugye rájöttem, hogy ugye kérni, kapni kell, nagyon gyorsan megtanuljak, ami előtte nem ment, mert nagyon büszke voltam. Hát most már megy. Hát most már megy. Most már megy, mert anélkül nem tudna létezni. Azékül én így nem létezek. Én meg köszönni megtanulom, hogy itt volt. Hálás vagyok, hogy Érdről, az emeletről, a melegből eljött ide a segítőjével, és köszönöm szépen, hogy hallgathattam és bölcsülhettem ön által, és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Köszönöm szépen. Mióta az eszemet tudom mindig ugyanazt, ha valamit keresem, minden szem párban.